Közben nyugodtan beszélgethetünk még, mert szívesen kommunikálok veletek. És ott van minden, és még halljuk is, nagyszerű. Kicsit a hangerőt. Feljebb állítjuk, oké. Rayman Legends következő epizódja. Azt hiszem, hogy ez már az ötödik rész lehet talán, vagy a negyedik, nem tudom. Tanuló kártyára Ankit tudom ajánlani. Hát én ankizni, én önkizni szoktam, de az teljesen más tevékenység. Köszönöm, egyébként meg fogom nézni, ez a mi mobilos applikáció? Tehát, hogy Rayman, igen, negyedik vagy ötödik rész. Kíváncsi vagyok, hogy hol is hagytuk abba? Mi hamarosan kiderül egyébként. Talán annál a... Nem a Teens is in Trouble. Szevasz Lilla. Hanem a Fiesta? De los Muertos? Nem, az már megvan. Jaj, tényleg a 20.000 lum a tenger mélyén. Című festménynél. Bizonyám. De mi ez? Mit lehet itt openálni? Ó, kaptunk egy Lucky Ticketet. Azonnal akarok itt teljes mértékben scratchelni. Kaptunk egy kis lényt, egy creature-t. Mindig csak a self-care nap. De fontosak ezek a dolgok, na. Szedjük össze azonnal a rengeteg lumot, amit itt lehetnek kapni. Hol van kucsi hasina? Hát megőrül ezért a játékért. Jézusom, hát úgy játszunk, hogy kucsi... Hallod, milyen lendület van a karakterben? Itt mindig meglepődöm, hogy teljesen más a karakter mechanikája, mint a megszokott platformereknél, amiket mi játszunk. Meg se tudom számolni, hogy milyen sok lumot szerzünk így meg. Nagyon király. Ezektől a kis csúnyáktól. Nem csúnyák, csak máshogy szépek. Nekem a párom macskájával kell megbarátkozni, nem éppen szerint, plusz félek a macskáktól. Miért félsz a macskáktól? Tudtad, hogy van Rayman telefonra? Rayman Adventure nagyon epik, ugyanez a stílus. Igen, azt hiszem Krisi mondta, úgyhogy ti egyébként is egy kaptafáról valók vagytok. Ugye Sini révén. Nem lehet, hogy Sini kapcsán ismeritek? Nem tudom. Hülye feltevéseket teszek itt. Öt rész egyébként? Mi a macska? Hát remélem, hogy egybe van még. Na, és akkor te sűrűn ankizol egyébként, Barkata? A következő pálya, amire be... Úristen, itt nem lett meg a királynő. Ah, oh, shit. Oda még vissza kell menni. Értem, értem, hogy mi van. Emmát kell kiszabadítanunk. Sini nem játszott ezzel. Nem, én egyébként mobiljátékokkal soha nem játszom. Tehát nincs arra példa, hogy én mobiljátékot kezdjek bárhol. Akár tableten is elindítani. Egyszerűen teljesen lehetetlen számomra mobil eszközökön való játszás. Nem tudom. Én gyerekként nagyon szerettem volna egy Game Boy-t, de nyilván iszonyatosan drága dolognak számított egy igazi Game Boy Advance, amikor én kicsi voltam. Talán még az osztályban sem volt senkinek, tehát olyan szinteken volt ez a dolog ritka. És mivel soha nem volt így mobil játszóeszközöm, PSP-m sem volt, Vitám sem volt, még nagyobb fejjel sem. Mindig otthon volt a konzol vagy a PC, ezért nem alakult ki bennem az, hogy bárhova elvigyem magammal a játékot, és azóta sem vágyom erre. Úgyhogy nekem az le van írva a telefonon való játszás. Szevasz Zoli, mi a helyzet? Igen, mert használtam modernebb, mint a papíralapú kártyák. Én azt mondom, hogy ma is érdemes, tehát sok terhet képes azért levenni az ember válláról. Néha egy kis feszkó oldásra mindenképpen Barkatot tudom ajánlani. Főleg, hogyha rengeteget dolgozik az ember. Emma, emmek hónap. Ja, ez a pálya címe. Mármint, hogy Emmát kell majd kiszabadítani. Szevasz Krisi! Hogy vagy, mi a helyzet? Nekiindulunk a következő pályának. Ahol 2 perc alatt kellene. Nagyon gyorsan. Kiszabadítanunk. Jaj, ne! Fuck. Néha nem látom, hogy mi van. Várj, de ezt nem csináltam még meg amúgy. Hello! De ez nem volt még ez a pálya. Jézusom! Ezt nem csináltuk még meg ezt a pályát. De még most meg tüskés volt a Luffy! Ez hülye. Nem érem el. Jó, megvan. Hát de 2 perc alatt? Oké. Talán jók vagyunk, de lehetnénk jobbak is, ahogy elnéz. Istenem. Hey, a Largaréta mány, abba hagytad a streamet, ne csinál. Hát de hát ez így hogy? Hossi! Hát azt hogy gondolták, hogy ott átmegyek? Hát ott nem fúj a szél. Jézusom. Hát, de a self-care napról. Jaj, ne, no. De arra gondoltam. De ezt úgy gondolták, hogy így be, és akkor... Neki nem menj ott a szélének, mert megőrülök. Jó, csodálatos. Itt mit kell csinálni?
Ez mi? Hát és ez menni fog két nap alatt? Vagy két perc alatt? Még egy percem van hátra. Ez gyönyörű volt, Moki. Gratulálok. Így kell valami termíteni. Hallod? Hallod? Oké. Okay. Nagyon magasan megy. Nagyon magasan van. Úristen, nem lesz meg. Jaj, ne! Jó. Szemétláda. 41 szeknél mész tovább? De nagyon kevés időt kapsz, hogyha meghalsz. Úristen, nagyon szar vagyok. A 35-östől megyünk erre. Hát lemegy az időnk, gyerekek. És nézd meg, megint elengedi. 30 szekundum, ezt újra kell próbálni. Hát ez nagyon rossz. Hát de mi? Hát mi ki? Hát de miért van benne a izé? Hát leesett konkrétan. Hát leestem a izéről. A bambuszról. Hát kitaláltak... Úristen. Kitaláltak ki ezt a bambusz péniszt. Jézusom, gyerek. Na jó. Oké, kifele. Restart. Hát ezt nem lehet megcsinálni. Várjál. De nem az van, hogy 150-et kell összegyűjteni, és akkor, hogyha lejár az idő... Várjál csak, lehet, hogy jók vagyunk még. Még lehet, hogy jó vagyok, nem? 9 másodperc. Úristen. Fuck you, akkor egy másodperc. Ez nem lesz jó. Nem, azt mondja, próbáld újra. De ez nagyon-nagyon nehéz. Az utolsó tinszit is meg kell mentened, miatt ki... Hát, ez nagyon kemény. Teljesen szétesett a bioritmusom, a héten nem volt csak egy nyugodt nap. Jézusom! Hát de azért aktívan megy a modellezés, ahogy látom. Nyitva az IRC? Ja, persze, Krisi mindig használja izét, az ircet. Tetris-es sok játékot tudó elemes izét akartam volna, többeknek volt az osztályban, nekem nem lehetett. Az egy ilyen kínai izé Tetris, emlékszem rá. Na olyanom mondjuk volt nekem is. Na, azt most sem mondod, olyan tényleg volt. Hát az ilyen, az a kínai fajta Game Boy volt, emlékeim szerint, de hát nyilván nem voltak olyan brutálisan királyjátékok rá, csak ilyen logikai, meg ilyesmik voltak inkább. Arra emlékszem egy kiskoromból. Macskáktól félek, azóta félek, amit a macskám nyakamra ugrott alvás közben. Nagy macskáktól rettegek nagyon. Jesszusom, hát ezt csináld már, hát macska fóbiád van, de ráugrott a nyakadra alvás közben. De ez, hát de és ez miért volt olyan ijesztő, vagy hogy mondjam? Hát jó, hát szar lehet arra ébredni, de azért az ember röhög egyet, és akkor másik oldalra fordul és alszik tovább. Háttérben most egzecíroztatom a textúrát alakul. Jó, hajrá, hajrá! Én azt láttam a... Bár nem vagyok egy nagy... Úristenem. Restart level? Hát én már most restartolok, nem érdekel. Én azt láttam, hogy... láttam a... Amikor kértél véleményt... Bár nem írtam. Olyan nem valósnak tűnt a... Szép, ügyes. Meg minden, csak olyan... Nem az a valós... Ó, basszus. Textúra téma. Hanem, megvan, ez szép volt, hanem ez a, látszik, hogy nem a realitásra megy rá, hanem a modellre, vagy mi. Nem tudok jól megfogalmazni így ilyet, sajna, elnézést kérek. Óvatosba, ez most nagyon szép, gyönyörű. Gondolom most azt próbál, de kicsit így reálisabbra, vagy hogy mondjam, át textúrázni, vagy valami ilyesmi történhet. Tehát, hogy ne lehessen megmondani... Úristen, leesek. Ne lehessen megmondani, hogy ez egy... nem egy igazi kés. Ez mindig ott megy, igen. Úristen, megfordult. De ez hülye! Hát de most miért szivatnak ezzel? Hát ez a legnehezebb pályarész. Ja, hogy erre rá is lehet ugrani. Oké. Okay. Úristen, ezt mindig elmisztelem. Jó. Oké. Hát itt nagyon sok időt elveszítettem. Iszonyatosan sokat. Nagyon jó. Várjál! Ezt így kellett? Hát nagyon remélem, hogy jól csinálom. Ez így meg lehet? Azt a büdös mindenségét. De azt hogy? Fluffy, mondta a szegény. Miközben ott teljes mértékben szarrá van menve. Ez hogy ugrod át? Jó, megvan. 33 szek maradt még ebből a pályából. Ne, azt nem szabad lefele nyomni! Atya világ, nagyon nehéz ez.
Megvan. 23 másodpercünk van még. Nagyon jól jönnek a Teen Sikamu. Itt mi van? Ja, hogy ezt akarod? De ott is van tűzke annak a tete... Úristen. Nem mondod, 11 szekem van még. Ez hülye. Nem fogom tudni megcsinálni. Ezt elhiszitek? Hát ez... Itt van a vége, ugye? Nem mondod, hogy nem. Jaj, de azt nem úgy kell... 2.90. Hát ez lehetetlen. Hát ez milyen nehéz, mivel szivat a játék. Wow. Frankon és akkor időre megcsinálni, hát 2.90-nél, hát ez lehetetlenség. Jól mondod, apró kis baromságok, amik sokat számítanak 4K-ban gyenge videokártyával nyögvenyelős. Jaj, értelek, igen, igen. Hát remélem, hogy minél hamarabb sikerül megoldanod, és hajrá neked. Mai napig fájó törés, 8 éves koromban osztatársam elhozta 90-esre a Game Boy Color-ját Pokémon játékkal. Ott megtanultam, hogy az élet már pedig kegyetlen. Azt hiszem éppen Largarita Mine-nak a streamjén volt erről szó, hogy volt egy barátnője, akinek volt ilyenje, és hogy mennyire irigyelte tőle, és ő is pokémonozott rajta. Hát ezek szerint ez többeknek egy törés volt az életben. Nem tudom miért, de igen, nem bírom a macskákat, ez van, kutyabarát leszek, mint mindig. Jó, hát ez persze, mindenkinek megvannak a maga dolgai, ki a kutyát, ki a macskát szereti. Bocsánat, közben elkezdtem nagy erőkkel kommunikálni, koncentrálni. Ez felfelé fúj. Mert hát ugye nyilván... nem éri utol! Ez a legnehezebb kihívásunk. Az eddigi játék során, legalábbis én úgy érzem, hogy elképesztően nehéz ez itt. Az ember nem is gondolná, hogy ennyire nehéz tud lenni. Egy egyszerű platformer játék, ami... Fuck, nem baj. A bambuszokon kell egyébként a lehető legtöbb időt kinyerni, hiszen ott szivattam meg magam eddig a legtöbbször talán. Biztos vagyok benne, hogy lehetne valahogy gyorsabban és ügyesebben menni. Vissza. Jaj, ne! Jó, ez még belefér. És csak! Ezt nem tudom, hogy találtam most ki, de nagyon jól ment, oké? Okay. Oké, jók vagyunk, még van egy perc. Hát azért itt az előbb már csak 10 másodpercünk volt kb, úgyhogy... Most ez sokkal jobb, mint eddig volt. Tovább. Itt szivattuk meg magunkat, ugye? Hát be kell gyakorolni ezt a pályát, és utána úgy tűnik, hogy... Minden. Ne, ezt nem így kell. Úgy tűnik, hogy minden egyszerűbb. De mi van most? Várjál. No! Várj. Oké, gyönyörű. Ezzel meg is vagyunk. Nagyon-nagyon szép időt futottunk azért így negyedik, vagy nem tudom hányadik próbára, de hát iszonyat nehéz volt ahhoz így. Hozzászokni, vagy hogy mondjam. Hát ez egy igen kemény pálya volt. Konkrétan a víz levert, mire meg lett. Wow. És ezzel Emma is kiszabadult most már a 20.000 lum a tenger alatt című pályáról. Szávasz, Emma! 61k van nekünk egyébként lumokból, abból majd lehet, hogy kapunk egy újabb hőst. Elevátor ambush. Ez azt jelenti, hogy liftekkel fogunk foglalkozni Zoli nagy örömére. Ezeket a pályákat ma még fixen megcsináljuk. Tehát ezt a világot ki fogjuk ma végezni. Lássuk az elevátor ambust. Szevasz, Jamal. Hogy vagy, mi a helyzet? Na, itt már legalább nem időre megy, hanem a pálya trükkösségében, szépségében és egyebekben gyönyörködhetünk. Ja, itt volt az, amikor a lézer kilőtt. Oké. Okay. Igen, itt a lézerektől kellene, hogy megóvjon minket a jó Isten, de hát majd kiderül. Ma is tifteztél? Nem baj. A lényeg, hogy legyen meló, nem? Ez nem lesz szépen itt egy könnyű szituáció. Hallod? Ez iszonyat nagy mák volt. Tovább? Jó. Le lehet itt menni? Nem? Oké, nem jön utánunk a lény, az a lényeg. A kis fényével. Itt be kéne úsznom lentre, ha jól sejtem. De ott van mellette egy Fluffy. Haver, ez nem egyszerű.
Meg itt üveg van, tehát ezek itt... És akkor át fog előni? Nézd meg! De nehogy már átlője! Hát de miért megy át a lézer az üveg? Ja, azért, mert fényből van. Oké, okay, oké, okay. Megmentettem, minden szuper. Szevasz, what the fuck, hogy vagy, mi a helyzet? Remélem, hogy szép napot. De mi jött ott, az mi volt? Mi volt az? Na ne, most kajak az elejéről kell kezdeni. Atya világ. Várjál, 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 nyugodtan menjél tovább. Így kellene, igen, erről az oldalról megjátsz. Ez hülye. Hát éppen akkor, amikor egy szívet szerzek magamnak. Hát szana szét szívat a játék, hát mikor lett ez ennyire bonyolult és nehéz? Ti emlékeztek rá, hogy az játék ilyen nehéz? Hát mindenki teljesen rá volt készülve, jaj, hát persze, Moki, kirázza kisújból, hát nem nehéz a senkinek. Hát én ezt tegnap megcsináltam kétszer. A játékot, az egészet, úgy értem. Nézd, és ott van, és ott lövi fent a, az áramon. Hát de belemegy az áram a vízbe, az sem... Ó, megölte magát, de jó. Belemegy az áram a vízbe, és nem vezeti, lehet, hogy ez nem is, nem is áramos, nem, lehet, hogy nem is víz. Hanem valami löty, ami nem vezeti az áramot, mert nem úgy vannak elhelyezve benne az elektronok. Láttatok már olyan vizet, ami nem vezeti az áramot? Jaj, ne, az... Ó, de miért nem figyelem a fényeket? Ó, hál' Istennek, kaptunk egy checkpointot. Jó, jó, állj már meg! Állj meg! Jó, így fogsz lemenni. Így, így, nagyon jó. Ezt kihozom onnan. Gyönyörű. Oda lentre nem megyünk be. De nem kellett volna itt lennie valami titoknak egy eddig így elrendezve? Jaj, most hol vagytok? Oda néz. Csícska! Várjál, ott maradt a... Oh, az élet! No! Jaj, ne! De hát behelyeztek minket egy ilyen izé szituáció. Ott is van valaki. Ne lövöldöz! Majd abban a lövöldözést! Magukat lövik arcon! Iszonyatos kihívásokban. Ezekből kapunk lumokat, hogyha elintézzük őket. Kicsit alá csikisztünk. Gyertek, gyertek! Jó lesz. Amúgy mennyire ötletes már ez az egész. Annyira menő ez a játék. Hey! Várjál, mert több irányba tüzelnek. Oké, oké, oké. Talán megvagyunk. És itt el lehet menni jobbra? Nope. Nem, jó. Ez tök jó volt. Mágnesessége létrehozott energia lesz? Az áram? Új, de hiszen itt megáramoznak mindent és dobálják őket befelé. Ott van egy Fluffy, nagyon örül, hogy észrevettük. Minden szuper, sok volt a munka, de délután 2 órát motoroztam. Na, nagyon helyes, jól van. Rád is fért, mert nagyon stresszekben voltál múlt héten. Köszönöm a pontadást. Na most az elektromos áram definícióját keressük? Ne dobáld azt a szemétládat! Jó, most már elég volt ott a dobálózásból. Az egy nagyon jó zuhanás volt. Gratulálok! Ó, ott nézd, ott van egy szívecske. Fluffy, mondja szegény, hogy örül. Valaki csak ki fogja menni. Áááá! Jézusom! De mi? Nem vette el a szívemet? Nem vette el a szíved? Érdekes, de nem vett el a szíved. Semmi baj. Minden jó, nagyon jó. Ott oda nem megyünk be. Nem. Úgy. Ti látjátok, hogy hol lehetek a titkos? Gumikacsa! Gumikacsa volt. Láttátok, hogy hol lehetett titkos rész? Lehet, hogy itt leúszva. Hú, de bizony. Várj, ez nagyon dúl, ja, és el mögött, jó, áó. De menjünk vele. Haver, gyerünk. Jézusom, nagyon para. A lényel kell együtt haladni. Szimbiózisban élek vele. Az ott nem jó. De nagyon jó. Wow, de király ez a pálya amúgy. Másik oldalra át kell mennünk. Megvan, várj, jó. Ha-ha! A királynő. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, de hol lehet a negyedik Fluffy? Lehet, hogy desztillált víz? Érdekes volna. Az előbb is a kacsa találhatott el, mert az nem világított.
És akkor a kacsa az arcodba megy, és akkor az nem gond? Tehát akkor nyugodtan izé lehet balhézni? Nem veszi le a HP-t? Nem az? Ne lőjél elektromos cuccokat! Jaj, szegény, nézd meg! Hát de folyamatosan oda rányomják. Ez a plafonhoz préselték. Ezek de jók, ezek a pályarészetek, nagyon király. Nézzük meg azért, hol lehetnek titkos beszögellés, meg ki... Á, wait! Nagyon hülye ötlet volt ez tőlem. Várjál, várjál, óvatos! Ááá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 
Azt történt velem, mint a Fluffy-val. Aminek amúgy izé a neve, Teensy. De a Teensy olyan hülye elnevezés a Fluffyhoz képest. A Fluffy sokkal jobb elnevezés. Gyerünk, gyerünk! Szevasz, kucsi, már vártunk rád? Többek jelezték, hogy nem igaz, hogy rémenezünk, azt nem vagy itt. Várj, az ott nagyon nem jó. És az néha eláll. Oké, értem, értem a lényeget. Hogy van? 2, 1. 2, 1. 2. Töké. Ott is van egy, jó. Figyeljük, ez a 4, ugye? A 4, 5. Tökéletes. Nagyon jól állunk jelenleg. Nagyon sok lumunk van. És megvan az összes Teensy is. Úgyhogy eddig szépen haladunk. Rakétát összepréselik. Jó, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Most nagy erőkkel lefele. Nagyon jó. Nem is tudtam, hogy ezt a gombot használva gyorsabban tudok menni. De most már ez is kiderült számomra. Itt el lehet menni arra? Nope. Oké. Okay. Ó, kurva! Ugodj meg, Mokibot! Már én is vártam, én is, hogy gép elé ülhessek. Na, ne csináld, ennyire mozgalmas volt a napod? Oda be lehetett menni, emlékeztek? Haha, láttam ám én balról, láttam minden. Háló, jó napot kívánok! Hú, egy lifttel fogunk felmenni. Ez a lift, ez mozog. Rengeteg lumot kapunk itt, hát 10 darabot, de az is valami. Aki a kicsit nem becsüli. Várj, itt alul kell mennem. Összevertem. Jó volt, oké, és ennyi. Megvan a király? Egész nap kint vagyok az udvaron, kijöttek a jó idők. Ó, ne tudd meg. Én is voltam kertezni, de én élveztem. Szerintem tök jó volt. Nehogy már lelőjön. Á, 417. 600 lumot kell összeszednünk amúgy. Eddig én azt hittem, hogy mindenkit megszereztünk, megtaláltunk. Az mi? Az mi? Kaptam valamit. Mármint, hogy egy feliratkozás, de nem arra gondoltam. Köszönöm szépen a feliratkozást, amúgy Szonda Zsoltnak. Hall, hey, várj, wait. Köszönöm szépen. Szonda Zsolt, hogy vagy, mi a helyzet, mesélj, mik történnek felétek mostanság. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, és köszönöm a 10. hónapot. Iszonyat magasságokban. Most megölik egymást? Mert hogy én nem nagyon tudok... Au, wait! Ez helytelen dönt. Jézusom! Na jó, hát nem látod, annyi helyre lőnek, tüzelnek, mindent csinálnak. De amúgy nem lenne itt nekem egy extra mozdulatom? Ez a... Ja, de... Ezt miért nem használtam eddig? Hát így minden megváltozik azonnal. Ah, ne, lelő a lézerbigyó! Ez hülye! Oké, jól állunk, csak ki kell menni oda... Ah, lézer pénisz. Hype-ol ez a játék? Nagyon jól teszi. Király darab, az fix. Köszönöm még egyszer. Francia rap alap van benne, mint a taxifilmekben, igen. Ilyen agresszív ez. Jesus. Most két szélen fog jönni? Igen. Azt a büdös mindenit. Most baj... nagyon komoly. Wow. Hazsa a fejed. Jó, oké. Megölik magukat? Nem. Pedig úgy kellett volna, hogy elintézzék magukat. De jó lesz így is. Még jók vagyunk. Hát ez nehéz volt. Nehéz és agresszív. És még hiányzik 68 darab lum a 600-hoz. Ó, megint itt van. Az orfacsaró. Ah, ne. Most szaladni fogunk. Megint megpróbál valakit rabolni, de nem lett meg az elég
tínszi, nem? Szerintem valamit elmisszeltem valahol. Ó, de van ilyen... Wow! Nekem ilyen mióta van, és miért? Au! De ment a izi... Na jó, próbáljuk újra. Ez a játéknak már azon része, ha nem 100%-ban akarod megcsinálni az adott pályát, hanem csak végbeni rajta. Lehet, hogy valakinek igen, de én azért még tervezem a 100%-ot. Én azért nem adom fel ennyire könnyen. Ha nehéz, az még nem. Az még nem egy... Az még nem egy akadályozó tényező. 557. Kéne találni a többi tínszi funkci... Áú, te hülye! Hát de oda nem fogok tudni soha felmenni így. Hát kösz. Hát köszi szépen! Hát de csak ledobott, láttátok milyen egy rohadék volt? Gyerünk, gyerünk! Áááá! De majom! Hagyd abba a dobálást! Elkövettem azt, hogy belekezdtem a Jedi Fallen Orderbe, most kibújt belem a rajongó. Hú, Szonda Zsolt. Hát egy kicsit csalódtam. Most egy kicsit azért benne van a csalódás faktor, de remélem, hogy jól fogod magad érezni azzal a hihetetlen jó játékkal. Hajrá! Hajrá neked! Sok élvezetet okozzon, sok jó percet, amit a játékkal tölthetsz. Én rüheltem azt a gémet, bevallom őszintén. Kicsit csalódtam, de nem baj, még azért szeretünk. Szia, Ocsigusz! Wait, várj csak! Mi az, ami azt okozza? Ja, semmi, azt kilöved a... Aha, értem mi van. Így. Megvan a 627 és... Már csak egy darab pincit kell erről a pályáról összeszednünk, ahhoz, hogy meglegyen a halál. Ahhoz, hogy meglegyen a max. Nagyon szépen szedtük a lumokat amúgy. Na nehogy már ott arcon verje. Hát de mi? Hát döntse már, hogy merre dobálja. Hát össze-vissza dobál. Nézd meg egyszer fel, és most egyszer le. Értek mindent. Eltaláltam. Fejbe dobott egy gumikacsával. De nagy szerencse volt ez. De mi lesz ezután? Nem találtam meg egy tínszit? Nehogy már ne találjam meg. De muszáj, hogy meglegyen. Remélem, hogy előttem van valahol. Sietünk, hogy elkaphassuk ezt a kis szemétládát. Hallottátok? Én hallottam egy tínszit itt a végén valahol. Talán. Nem, a zenében van, a háttérben. Atya világ. Muszáj, hogy legyen még egy tínszi valahol. Rakétákkal. A pitbull kutyákkal. Most bemegy oda. Nagyon próbálok figyelni, hogy hol lehet még egy utolsó, de... De nehogy már vége legyen. Nem lehet vége. Ne! Ja, ő az utolsó! Hát ő volt az utolsó nála! Jaj, igen, Vulagár, igazad van, persze! Hát nagyon jó! Azt a... Hallod, ez rekord konkrétan a 600-ból 737-et szedtünk össze. Hát a világon ennyi még nem volt embernek. Hát nem tudtam, hogy az utolsót is beleszámítja, de akkor minden megvolt és tökéletesre teljesítettük ezt az egyébként nem is annyira egyszerű térképet. Az alapsztárból sokkal jobban szeretem, a játék annyira nem pénisz, mint a három rühedelem, amit kiadott a Mickey egér. Melyikeket adta ki a Disney? Nekem idegörlő volt az játék mindig, pedig így látva, mennyi ötlet van benne, megint megjött a kedvem hozzá. Ez csodálatos az a játék, nagyon jó mechanikák vannak benne, nagyon ötletes, nagyon látványos, nagyon élvezetes, de egyben szivatós is azért. És akkor most akkor kucsiasina a kertben, akkor milyen tevékenységek vannak még, amiket nem végeztetek el? Kettő darab Lucky Ticket-et lehet itt közben lekaparni. 7-8-9 részt. Ja, azt hittem, hogy játékra... Bocs, azt tudom, hogy Disney csinálta az új részeket. Azt hittem, hogy játékot is kiadott a Disney még ezen kívül. Hármat is mondom, micsoda? Három Star Wars játék? De nem, hát azt tudom, hogy van ugye a Lego Star Wars, amire most azért szoktak az emberek... dicsérettel. Ah. Egy igazi ciclik? Egy ciclik? Kaptunk egy cicliket. Hát... Az ott a ciclik. Ez. Hát, bevallom, nem erre számítottam.
Na mindegy. Kicsit csalódott vagyok most. Ja, szóval igen, vágom, hogy az új részeket a Disney csinálta. Én nem is néztem meg, csak a hetediket, ott én azt mondtam, hogy na jó, hát ez annyira szar lett, hogy én már 8-9-re nem vagyok kíváncsi. Nekem van egy ilyen hülye szokásom, hogy a folytatásokból tökre várja az ember, hogy igen, ez most nagyon király lesz, és aztán iszonyatosan nagyon pofán verik valami szarral. És akkor így, ahogy kenik végig a barnát az arcodon, még el is húzzák a szád és az orrod között, és ez ilyen bajszot rajzolnak. Így érzem magam a Star Wars-szal kapcsolatban, teljesen megalázva és porig rombolva. A Game of Thrones-nak az 5. évadja is ilyen volt számomra, hogy utána a 6. én már nem akartam látni. Tehát annyira nevetségesen fanservice lett az egész az 5., amit már ugye nem is a Martin írt, hanem ott a producerek rakták össze a dolgokat, meg ilyenek. Hát annyira, hogy én már a 6. meg sem néztem. Szóval nekem el tudják venni a kedvem, és akkor makacsul kitartok amellett, hogy én inkább akkor nem is nézem meg, mert nem olyan. Mert rossz lett. Kellene, nem tudom. Annyira furcsa ez a dolog, hogy persze határidő, meg pénzt adnak rá, és akkor érted a végtermék, meg ténylegesen egy emberi végtermék. Tehát, hogy nem... Tehát hogy adnak ki a kezükből emberek olyan dolgokat, amiről tudják, hogy de bizony ez szar, és ezt a világon iszonyat sok millió ember meg fogja nézni, és érted, rajongók, akik várják ezt, és akkor tényleg ezt így kiadod, és akkor nem mondod azt, hogy hát jó Isten, srácok, volt rá 70 millió dollár, csak mondtam valamit, és nagyon elrontottuk, bocs. Az a baj, akkor sosem lenne befejezve a sorozat, de tényleg szerintem sem lett jó. Hát jó, de érted, valamit nem tudtak volna rendesen esetleg egy olyan forgatókönyvet összerakni, hogy valami értelmeset, vagy nem tudom, tényleg már nehéz ezzel dílelni. Witcher 2. évaddal vagyok így. Én az elsővel is már úgy voltam, hogy csigusz. Nekem az első is olyan volt a könyvek olvasása után, hogy ilyen extra megváltoztatott helyszínek, megmásított tények, rosszul választott karakterek, vagy színészek a karaktereknek. Nem. Én nem szerettem az első évadot sem. De lehet, hogy én vagyok gyökér. Nem vagyok ezeknek a nagy hype-olt örületeknek a híve. Menjünk a következő pályára már is közben, mert itt szétpofázom az agyamat. Jaj, úristen! Tankolt éppen a kis varázsdó bigyó? Szerintem éppen tankolás zajlott. Szevasztok, Milánék, hogy vagytok, mi a helyzet? Remélem, hogy jól vagytok, és minden... Wow, az egy sárkány, te hülye vagy, mi ez? Sziasztok, mit játszottatok, meséljetek? Azt a nem jóját. Oké, igyekezzünk nem összehalni magunkat. Azért ez elég HC. Hát de nézd meg, hát hogy kapkod a szájával? Jesszusom! Oké, semmi baj. A tinszikre figyeljünk, mert hogyha azokat elmisszeljük, akkor abból baj lehet. Itt szerintem 3 van, amit össze kellene tudnunk szedni. Ott a második. Rakétákkal is. Köszi, lövöldöznek. De megeszi a izét, az aknát, a bombát, a mindent. Tehát a platformokat kirágja alulan. Jó volt. Battletoads. Az micsoda? Harci varangyok? Igazán durván hangzik. És akkor a róka mókával csináltad? Csak kérdezem, mert hallottam hírét, hogy ő egy nagyon kedves lány amúgy. Jársz hozzá Fehérvárra meg ilyenek. Jó, eddig talán nem is annyira szar az állás. Jézusom, lézerek! Aja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 j
Ott van. A harmadik. Jó, megvagyunk. Szerintem készen állok. A lumok is megvannak. Kirágja a talpadat, már nézd meg, hát már simogatja a nyelvével. Szar volt. De közel voltunk a jóhoz. Várj, ne, ne! Úristen! Felfelé. De várj, várj! Azt a büdös minét, Szevaszterax, hogy vagy, mi a helyzet? Ez egy kicsit lassú.
fent kezdünk itt, igen. Egy, ott maradt egy lum. Ó, ne. Most emiatt nem lesz meg a 150. Amiatt az egy miatt. De ne egyél már meg, légy szíves. Meghúzom a kart. Nem. Ú, de szar voltam ott. De mi most kettő maradt. Szörnyű. Szörnyű. Szevasz, Dániel Vadász. Mindjárt olvasom, amit írsz. Bocsánat, de iszonyat nagy kihívásokban vagyok. Egy sárkány rágja a lábamat. Nektek is idegesítővé szokott válni, amikor jönnek a sárkányok és elkezdik rágni a lábatokat? Kap már el, te hülye! Hát de nem, hát nem úszott ki a felfelé, hát nem volt meg benne a lendület. Nem, mert három út maradt. Itt nagyon fullosba kell menni, így, most megvan. És... ilyet még nem láttam vágott, hát pont úgy rakja össze a száját, hogy benne vagyok. Jézusom! De most miért halok meg, amikor nem is... nem is volt ott a szája! Hát pusztán a lendület elvisz, mi volt? Legyen meg! Köszi! Iszonyat mechanikák! És végre megvan! Lehúztuk a WC-n. De nem lett meg. Most tényleg nem lett meg? 135 az kevés, nem? Ja, itt csak 100 kell? Hát figyelj, hát akkor stár vagyok. Nagyon jó. Én most a Cyberpunk 2077-et tolom, végre van hozzá egy szombosan videókártya. Hallottam, hogy mekkora trágya volt, amikor kijött ez a verzió, már egészen stabil. Mi is szeretnénk játszani vele, de előtte szerintem a Horizon Forbidden West című játékot fogjuk végigvinni, és akkor utána jön majd a CP2077. Nem, egy single game, de lehet hárman is tolni, csak nem tudom hogy. A régi betartóc játék újra gondolt változata, nagyon vicces sztoria van, ajánlani tudom neked, ha van kedved nézni rá. Igen, a Moka Róka nagyon kedves lány, júniusban jöjjön majd a Voltra. Micsoda, mentek voltolni? Hát nem tudom, figyelj, néztem az előadókat így most a Fezendel kapcsolatban is, meg a Voltról nagyon sok reklám jön szembe velem, Instán, bárhol. És nem találok azért olyan, hát nem tudom, mi van az előadókkal vágott. Tehát nem jönnek azok a nagy címek, amik régen lehetett számítani a fesztiválokon. Tehát ilyen futottak még kategóriák vannak. Számomra persze. Tehát valamiért nem látom most azokat, amire így azt mondom, hogy itt szívom a fogam, hogy azt a bilös mindenit, de nagyon el kéne menni. És hogy de miért nem fogok én elmenni, érted? Szóval... most úgy nincs bennem az, hogy sajnálom, hogy kiadjam ezeket. Szia, Kiran, de hogy vagy, Mizu? Hey, Mad Men's Creation. Egy őrült kreációja? Alkotása? Ez az utolsó előtti pálya, és ötös nehézségű. Azonnal megyek befelé. Ott balra nem tudunk bemenni. Szeva! Megkaptuk a Superbox kesztyűt. Wow. Wow! Wow! Már láttam azt a teensit ott a bal oldalon. Velünk van a Superbox kesztyű. Mikor lesz a tüzes a lövés, és mikor? Ilyen kis csicska. Hallod? Ez is olyan pálya, amikor csak hármat kell összekaparni. Na hát, lőjük meg azt ott, azzal... De jól néz ki ez a platforma, amin megyünk. Ó, nem mondd, hogy ez egy hatalmas gyík, és ezek a pikkelyei is életre fog kelni, ugye nem? Itt le lehet menni? Nem. Ez nagyon gyanús nekem, hogy ez életre fog kelni, mert ez nagyon kidolgozottnak tűnik. Nem, megy erre, úgy néz ki, hogy nem. Jó, oda nem kell bemenni balra. Egyik nagy hibája Keanu Reeves-et, hamar előlték, nagyobbat ütött volna. Wait, most el fogjátok spoilerezni, hogy a 2077-ben mi történik, mert akkor megőrülök, de akkor szerintem szájba rúgom magam, hogyha elmondjátok, hogy a CP2077-ben mi van. Ráadásul pont, hogy most mondtam, hogy hamarosan játszani fogunk vele mi is. Fél év vigi hajtás, dolgozatok, rengeteg stressz. Jaj, tényleg te tanárnőként tevékenykedsz? Eddig azt hittem, hogy anglisztikát tanulsz. Lehet, hogy mellette tanítasz is? Alrighty, ráugrunk erre, ezzel mi történik? Hallod, beindul, és tényleg, és való... Jesszusom! Ez egy fúrógép!
Nem. Ez egy spirálisan haladó hernyó. Azt a rohadt mindenit. Kezdjünk el megindulni? Jó Isten, mi ez te, ez a gép szörny? Ez valóban egy őrült alkotás lehet csak. Ez egy boss fight! Wow! Nem tudom, hogy mire kell most számítanom. Van egy lézerszeme. Mit csinál? Ja, most nem szabad hozzáérnem, ugye? Jó, értem. Meg tudjuk csinálni. Láttam én már ennél rosszabbat is. Szóval az játékokban meg ilyesmi. Jó. Óvatosan. Mindig átugrod. Nincs ott nagy gáz. És mit fog csinálni? Ó, most volt nyitva a szája, most kellett volna belelőni nagyokat. Tehát ezt már felnőtt filmes karrierből adódóan azért én is vágom. Már láttam én már Danit munka közben. Várjál, most akkor az mozog, ez meg nem mozog. Jó. Álljunk bele, húzzuk le a fejünket. Jó, ez fia ötlet volt. Hányat kell, jó, hogyha hányat, akkor inkább lenyomjuk. Hetet kellett belelőni amúgy. Vele reklámozt, azt én jól tudom. De azt, hogy elölték benne, azt nem tudtam. Azt hittem, hogy szerepel benne, meg minden, és akkor ott nyomod vele. Ez a platform, ez mozog. Ott van a kis barátunk. Oké, okay, tovább. Jó, és tovább meg... Most hova megy? Ja, felfúj a szél. Ó, úristen! Itt nem lesz platform, itt nekem kell szállnom felfele. Wow. Ez tök izgi. Akkor menjünk ide, mert itt nem tudja meglőni. Ez, hogy nem tudja. Hát esélytelen vagy, haver. Most kell nem megtalálni a jó pontot. No! Wow! Három felé vált a platform is közben. Hoppá, gyere ide! Ebből mi lesz? Ez baj. Igen, itt baj lesz, mert ott pont átlő a résen. Még egyszer. Szevasz Demeter 96. Mi a helyzet? Hogy vagy? Van Csabi, a Féreg TV fő folyatója. Erre a lényre gondolsz? Én nem Csabának hívom, hanem bajnak. De azért elintézzük hamar. És akkor kinéz oda, te meg itt addig megállsz, és várod, hogy abba hagyja a hülyeséget. Jézusom. A platform is mozog. És most lesz a jó. Gyönyörű haver! Te csicska! A harmadik lumot kell, nem, tinszit kell megtalálnunk még, oda bemegyek. Oh, wait, oda azt hogy? Ki kell, hogy ugorjak bele, és utána lőjük le. Jó, megvan a harmadik is, mehetünk tovább. Megy a játék rendesen, hallod, iszonyat durva a játék. Nem normális szinteken üzzük. Ember így még nem játszott, ez fix. Wow, itt tarzankodunk egy picit. Nem mondod, itt így kell játszanom majd, hogy... Hát... hogy lesz ez? Hát nem is tudok oda felugrani amúgy. Mit csinál? Jaj, ne! Jó. Jó lesz. Jó. Ezt is nem mondod komolyan, hogy nem hagyt... Ó, atya világ. Még egyszer. Tovább megyünk? Hós! Aha! Hát ez baj! Hát ez itt nagyon gyorsnak azt a mindeni. Még egyszer. Ezt láttátok? Eddig szuper. Brutális boss fightokban vagyunk. Elképesztő szinteken nyomjuk a játékot. De ez tök jó, hogy lehet így egy láncon fenn is lenni, hogyha éppen nem akarsz nagyon kilógni. Ez is egy nagyon komoly boss. Hát na ne mondd! Azt hiszem kezdem átérezni, igen, a helyzetek a súlyosságát. Elegendő egyetlen egy láncon mozogni jobbra és balra. Most komolyan, most kell neki lőnöm. Aha, jó, megvan. Ez egy szeméttelep, most már látom, hogy hol vagyok. Eddig csak az objektívre koncentráltam, de... Most már látom, hogy talán elintéztük ezt a kis szemétládat. Nem is volt ez annyira nehéz így végül. Az előző boss nehezebb volt, a sárkányos.
Na most próbálnál menekülni, mi? Majd téged is ki... Igen, pontosan ezt fogom veled csinálni. Téged is kiűzlek oda a pokolbolygóra, hogy majd bántsák a seggedet a kis ördögdémonok. Te csicska. Szevasz! Nice. Ez eddig 4 darab, jól számolom? Igen, és menő itt a zene. Azt hiszem, hogy most nyitottuk ki a következő zenés pályáinkat. Mit gondoltok? Szerintem most az jön. Ha jól sejtem legalábbis. Jó, hát ez megvolt. Megvolt, és a maxolás is megtörtént, úgyhogy... megveregetem a vállam, és megyünk tovább. Hát ez ennyi. Ennek a játéknak soha nem lehet vége. Iszonyatosan hosszú, és rengeteg jóságot rejt magában. Még mindig csak 259 lumink van, tinszink van, bocsánat, a 700-ból. Csak mondaná, hogy nagyon sokáig menni fog a Retro Szerdóban a Rayman című játék. Még az is, hogy egész évben el leszünk vele. Menő zenés pályák jönnek, igen, ahol sokat fogunk szívni, de megcsináljuk. Felkészült mindenki? Akkor először a Lucky Ticket-et lekaparom. Kaptunk egy csomó lumit, szerintem egy 1000-est. Cserébe zseni lesz, reméljük. Kaptunk egy creature-t. Majd a végén megnézzük, hogy miket kaptunk, jó? Most egyre menjünk, mert nem bírok várni. Ez most úszós lesz? Wow. De nem már, wait. De ne olyan gyorsan. És akkor az meg az R2. Az R2-vel úszol... Hazudik a játék, mindenki látja, hogy hazudik. Hát tök nehéz így nyomulni. Ez a Kill Bill-ből vett The Yeah 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 szívű zenekar száma? Így az első dallamokból ítélve. Ahogy megnyomom az R2-t, elindul a pokol. Ez hülye. Hát de nem lehet őket így. Nem. Szerintetek miért nem enged oda? Mi az, hogy mit csinálok? Hát lefele irányítom és balra megy. Jobbra, bocs. Igen, jól tippeltem. Kill Bill soundtrack. Egy igazi karthal! Venkáék! Köszönöm szépen a raidet. Hogy vagytok? Mi a helyzet? Mit csináltatok ma a Twitch világában? Csak nem brutális DBD-zés ment. Szomorú vagyok. Nem. Nem tudod őket összeszedni, vágod? Tehát én azért nem vagyok egy olyan szuper béna játékos. De ez még nekem is nehézséget jelent, hogy ezeket itt össze lehessen szedni az elejéről. De elnyom minket jobbra teljesen. Tehát nem érted. Nem lehet abban az ívben kanyarodni. Öcsém, na jó, akkor kúsba leszek és csak szenvedek itt, jó? Nyomunk egy kis zenét. Nézd meg, lepat... De mi ez? De mi történik? Hát azt mondja, hogy használd az R2-t. Nem az... Tehát nem úgy megy. Szevasz, Varianist. De már találkoztunk egy pár szóval. Nem lehet erre mit mondani, hát hülyén rakták oda. Ez katasztrofális eddig, ez katasztrofális. De láttátok? Átmegy rajta, átmegy a lumik. Na jó, várjál. Csináljuk meg akkor így, hogy ezt csinálod? Hát ez is szar, mindenhogy rossz. Hát de te érted, kucsi? Ha te érted, akkor nyugodtan mondd meg. Mert... Nyomod a bal analógot és az R2-t, hogy gyorsabban úsz. Ez történik. És hogyha azt nyomod, akkor... Na most ez jobb volt, ez most egy picit jobb volt. De eddig is ezt csináltam amúgy. Ne repülj, csak úsz bele. Aha, csak azt nem vágod, hogy mennyire jobbra visz téged itt a légáramlat, vagy nem tudom mi ez, vízáram. Tehát lehet, hogy elnézve egyszerű, de hidd el, hogy nem annyira az.
Ez jó volt. Ne már! De gonosz volt! Megvan. Ó, nem szabad ugrani. Bocs. És te azt össze tudtad ott szedni komolyan? Tehát, hogy totálisan félretolt téged az áramlat, nem az ívet, nem tudod tartani az ívet, mert elindul a pálya? Oké, újra. Nem igazán lehet, mert elsodor, vágod? Vágod ezt? Ezt az embert? Hát én komolyan mondom, a fejem. Jézusom. Kucsi. De nem ugyanerről beszélek én is már 10 perce? Nem igazán lehet, mert elsodor, azt mondja. És Jézusom! Ki engedte be ide kucsit? Azt a mindenit. Hát egy bant minimum, igen. Nem tudom, én a kalodába zárnám konkrétan ezután. Főtérre kifelé vele. Vajon meg lesz a 300? De az hardcore delfin, hogy vagy mi a helyzet? Megvannak, oké. Oké, de meg lett mindegyik izé, tinci lumci. Igen. Jó, tökéletes lett végtére is a pályának a teljesítése, de mégis nagyon-nagyon kemény volt. Hát ezt az elejétől meg kéne csinálni rendesen. Az elsőket valóban nem kellett felvenni az, hogy tud maxolni a pályát, de hát azért ez mi volt? Fél perce hallgatod ezt a zenét, de ha bajt kapsz, akkor jöhet még egyszer. Csak a vicc kedvéért. Mi az Isten már ez a zene? Te nem láttad a Kill Bill-t? Mondom, szerintem az volt a címük, hogy The Yeah. Mindjárt megnézem. Kill Bill OST Volume 1. Jó, azt mondja, hogy tracklisting. Ez a 5678 volt, tehát az 5-6-7-8-asok című zenekar Tokióból, egy japán rockbanda, akik összerakták ezt a számot, és Woohoo volt a címe. Ha valaki szeretné most hallani, akkor be is tudom linkelni neki az eredetit egy pillanaton belül. Tehát ez. Igen, többet nem hallgatunk meg belőle, mert akkor izé lenne. Ja, de hogyha ide kattint, akkor hallgathatjátok az eredetet is a játék közben. Szevaszk, mert mi a helyzet? Hogy vagy? Remélem most már jobban vagy. Indítsuk el. Ezt némítsuk le. És sokkal jobb lesz a játék. Figyeljetek meg, sokkal jobb lesz. Várj, nem jó. Elnézést, vissza az egész, vissza mindent. Figyelj. Most a VOD nézők ezt nem fogják érteni, hogy mi zajlik itt nálunk élőben, ezért is érdemesebb élőben nézni, hát ugye, mint VOD-ról, de nyilván nem érdek, nem mindenki ér rá ilyenkor. Mehet? No! No! Pedig olyan jó volt, ritmusra jöttünk ki.
bele a szájába. No, wait. Újra. De hát te kimész, azt egyből kapod. Hát de milyen? Hey! Hát de beszorultunk. Jó, megvan. Jó, ez a pálya, ez nehezebb, mint gondolnád. Jó lesz. Oké, hát a zenének közben itt nálunk vége lett, de semmi baj, ugyanis meghallgathatjuk még egyszer akár. Mindenkinek ez a száma kedvence, én nagyon jól tudom. Áó. Újra. Szevasz, Krisi! Hál' Istennek találtunk egy számot, amire elmegy. Áó, pedig megint majdnem megvolt a ritmus. Nagyon próbálkoztam. Krisi úgy fog edzeni, hogy ezt fog venni a fejébe, ne hiszed? Jó lesz. Szerintem most nagyjából egyszerre fogunk végezni. Olyan ez, mint egy... mint azok a szeretkezések, amik tök jól sülnek el. És? Hát majdnem, kicsit mi korán jöttünk, de ez talán, na hát, hát most itt mondják. Oké, hát, de még a zene még azért tart, tehát még nincs vége a partinak, semmi gond. Remélem vannak Bud Spencer zenék is ebben, a hard techno kórus király lenne. Jaj, ez jól esett. Oké. Az eredeti azért jobban működött szerintem, mint zene, mint amit a játékba raktak be. Bár az legalább ritmus tartott, mi meg hát nem annyira. De így legalább ment a zene folyamat, és közben mi is játszottunk. Szóval valahogy jobb volt. Szóval, volt még ebben a világban, mivel hogy a 20 000 lumok a tenger alatt című résznél. Igen, ez az. Volt még egy, amit nem fejeztünk be kimaxolva. Szerintem érdemes volna ezért az egy darab lumért még visszamenni. Csak akkor viszont tudnunk kellene ténylegesen, hogy merre van a királynő ebben a pályában. Tudja valaki? Szevasz, Júris! Köszönöm kérdését, jól vagyok, éppen hazafelé tartok. Mai nap egész jó volt, attól eltekintve, hogy lakotásom összetört a kocsiját. Jézusom, és jól van? Anyumnál meg folyik egyik víz, főcsap, szóval áztatjuk az alattunk lévőket. Apropó, nem ismersz valakit, vízjáték szerelő, vagy akár néző között nincs esetleg valaki. De. Nem, de hogy ismernék már vízjáték szerelőt, te viccelj. De jobbulást kívánok, és remélem minél hamarabb sikerül megoldani nektek ezt a dolgot. Balra tart ez a pálya? Hát, tiszta érdekes. Inszi, nem a lum, a sárga. Jó, nem baj. Igen, fal. Jó, a teteje. Jó, ez mekkora jó kitaláció amúgy. Tiszta ötletes ez az egész. Most akkor azt már egyszer összeszedtem. Attól már nem kell parázni. De hol lakhat a királynő? Oda balra nem megyünk be. Kven, nem tudod, merre van a királynő? Megyünk a jobb oldali irányokba. Jó lesz, áú! Hát azért megcsípte a seggem ott a fény egy pillanatra, bár nem sűrűn szokott az emberek ilyesmi előfordulni. Miért nem mondod meg? Pedig azt hittem, hogy megnézed nekünk, hogy mi van. És akkor azzal átfordítja, és te meg mész, és... Jó. Visszafordítja? Igen, de én már elmentem, szevasztok! Ha-ha! Fluffy, bizonyám. Óvatosban most elkezdi mozgatni, hogy legyen elég időd arra, hogy ott is van egy, és csak ez itt lakik bent. Igen.
Ez a második Twin Silums. Hé, hey, ne, jó irányba vitted, azaz. Megvan kettő. Figyeljünk mindenre, minden repedésre és résre a játékban. Leugrunk itt. Nem, ez nem az lesz. Megnézzünk mindent, tényleg, mert muszáj. A lumikat pedig összeszedtük már egyszer, azt hiszem, szóval attól nem fogunk szenvedni, hogy az nincs meg. Nekünk egy dolog számít csak, hogy a királynő meglegyen. Ez a dolog itt alul, ez az van, hogy meddig megy ez le? Nem hiszem, hogy ott le fogunk vele tudni csúszni. Vagy ha tudnánk, hát nem valószínű, hogy jó lenne. Ezt hogy csinálod meg? Azt hogy szedett? Jó, igen, még mondtam is ráadásul, hogy nincs is arra szükségünk, de azért csak próbáltam, hogy megfejtsem azt a szörnyeteget ott. Gratulálok, ügyes voltam. Tudom, de nem mondom meg, ki lettem téhozva, de hogy lettél? Nem tudom, én nem tudom, de nem mondom meg. Az a legjobb, köszönöm. Én is pontosan így vagyok egyébként vele. Alattunk lévő reméli legjobban minél hamarabb megoldódik, igen. Jobb van, csak kocsi tört össze, legrosszabb, hogy most vette szóval pont. Jézusom! Vettek kocsit és egyből össze is törte. De hát hogy történhetett ez? De ott van bent a kis kula, hát de... Aranyám, hallod, az a csoki? Az a Teen Silumci már nem szűz. De hogy szedett ki? Hát nem pontosan értem ezt. Bocsánat, de én azt ott nem értem. Azt hogy szedtem ki régen? Nincs egy hónapja, hogy vett egy autót. Azt a büdös mindenségét. Sajnálom, hát ez mindenkinek nyilván egy nagyon rossz dolog. Tehát arra számít az, hogy akkor most a következő 15 évre van egy autód, amivel el lehet nyomulni, tudod? Majd már 10 év múlva már rá is költesz, meg ilyenek. Egyébként olvastam most egy ilyen... Hagyd békén, a barátomat, te hülye! Olvastam egy cikket arról, hogy Magyarországon, így európai szinten ilyen... Nálunk vannak a legöregebb autók arányaiban tekintve. Aztán nem tudom, hogy ez mennyire igaz, meg mennyire nem mond. Én nem vagyok egy autószerelő, meg nem ez a... nézd meg, ez itt nem jó. Még egyszer? Nem ez a szakterületem, az autóipar és egyéb dolgok. 226. Lehet, hogy a Teensik sem voltak? Nem, lehet, hogy a Lumsik sem voltak, meg nem csak a Teensik. Oké, újra. Ha valaki közben meglátja a királynőnek a lehetséges pozícióján, kérem kezdjen el ordítozni, de nagyon hangosan, és írjon be valamit a csetre. Az se baj, ha értelmetlen, én tudni fogom. Jó, itt is volt egy lent. Ezek szerint ez csak egy ilyen kis extra... Hey, wait, no! Mindegy. Ez csak egy kis extra volt. Akkor a király... Jó, akkor legyen a király, melyik hiányzik. A király pozíciójára vagyok kíváncsi. Köszönöm a kiegészítést. Kijavítást. Szóval nálunk a legöregebbek a kocsik, és... hogy nagyon gyors... Ja, az meg a matek érettségében volt benne, ugye, hogy... mennyire elképesztően gyorsan veszít az értékéből a magyar autó, és akkor számolt ki, hogy... középszintű érettségében volt benne, hogy... mit tudom én, 10 év alatt neked havonta 50 ezerrel csökken, és akkor... mennyi lesz a megoldás? Mennyit fog érni 10 év múlva a kocsin? Itt van bent! Várjál, amúgy ez lehet, hogy megvolt. Ez lehet, hogy megvolt. Úristen. És ez hogy lesz? Na még egyszer? Hamarosan hidratálok, köszönöm a kiváltást. Szava kicsi eje, mi a helyzet? Hogy vagy? Szép napot kívánok neked. Bárdinál sokszor járok autószerelőknél, általában nagyon elhanyagolt, illetve nagyon öreg autók vannak, nagyon drágák és újak. Gyakorlatilag ez úgy hangzik, mintha Magyarország lenne a Európának a autó temetője. Megvan, megvan, többi nem érdekel, megvan az összes, és kész, ennyi. Összeszedtük, kifullasztuk az egészet, meg kell inni. De most Jack Daniel Attila, és szia mindenki másnak, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire rengetegen itt vagytok nálunk. Remélem, hogy jól vagytok, és hogy jól telt a napotok, meg hogy minden szuper
volt ugyanúgy. Te nem akarod azt forgatni, Léci? Ja, így! Wow! Most balra forgass. Jó. De király ez a pálya komolyan. Micsoda ötletek mennek benne. És akkor legurul. Hey, wait! Várjál szépen. Jaj, ne! Te hülye! Áu! Áááá! Jó. Most vidd vissza balra. Nem kell mindent állandóan összeszedni! Nem kell mindent állandóan összeszedni. Megint megtanultam valamit. Gyere, húzz balra. Rossz ötlet. Ott maradt egy olyan kis takonypóc, aztán még nem bírtam ki, hogy ne vegyem fel. Gyerünk balra. Szevasz, Szőke Misi, mi a helyzet? Hogy vagy? Na most csak megvan. Hát ennyi. Hát easy-ben nyomjuk a game-et, tehát nem fog rajtam kifogni semmi sem. Ott van fent egy Insilumci. Lumik vannak ott sokan. Következő. De most mi? De mi? Hát ha azt összecsicskítod, akkor megver. Vidd le onnan. Vagy úgy. Oké, van elég időnk. Tökéletes. Azt összeszedi. Azt felveszi. Ott van egy lézer, ami egy áram amúgy. Na most azt vigyed el, kérlek. Jó, most hogy ráfogott? Az előbb mennyit kellett várni, hogy ez megtörténhessen? Igen, most lefele. Hát ez egy easy, hát ez semmi. Semmi nem volt. Külföldről kiselejtezett autókat csóró országokban megveszik és még használják sok-sok évig. Hát jó, ez sok minden miatt lehet egyébként, hogy mondjam, szóval nem lehet feltétlen európaizálni az árakat itt nálunk, hogy érted, hogy mit mondok. Bár bizonyos tekintetben élelmiszerárak meg már ott tartanak, hogy mondják legalábbis, hogy Magyarországon drágább, mint Osztrákiában, tehát hogy jobban megéri az osztrákoknak átjönni, vásárolni hozzánk élelmiszert lassan. Mert ugye ahol euró van, ugye ott az infláció kisebb, és na, értitek a lényeget. Most akkor ez megvan? Ez ugye ki van fullozva, ki van maxolva, mert a 600 tinszi az meg lett. És nem, várjál, lumpszi, igen, és akkor a tinszik azok most jöttek oda mellé téve. Nézzük csak meg. Oké, ki van aranyozva, megvan az egész, és még a lumikat is hozzáadták. Jó, ezzel a 20.000 lum a tenger alatt című festményt befejeztük, és azért nem 71, mert a pályán vannak még időre menő kihívások, azokat szerintem maximum a végén fogjuk teljesíteni, hogyha fogjuk egyáltalán. Ez egy cuki játék? Jaj, kicsi, ne tudd meg, imádom. Amúgy a buszok vagy vonatok teherautók terén is ez van. Hát igen, hát főleg, hogyha megveszük a ruszkik leselejtezett metrókocsijait a hármas vonalra, és akkor úgy adjuk el, hogy felújítjuk, vagy érted, úgy adjuk el a népnek, hogy ez most nagyon jó lesz, aztán nem lesz jó. Európai zálva vannak az árak, csak a fizetések nem. Igen. Kikaszáltam magam, kicsit fáradtam. De mesélj, mekkorát kaszáltál ma, mekkora volt a terület. Szevasz, Savi, hogy vagy, mi a helyzet? Olyan késő jöttek, csajok, pedig szerintem már az Olympus Maximusban nem feltétlen fogunk belevágni. Én azt látom, hogy a játék annak ellenére is, hogy 700 lumit enged összeszedni, azt látom, hogy itt kettő festményből áll már csak. Ez hogy lehet? Az Olympus Maximus a következő, amit akkor megnézünk. Lehet előre menni egyébként nagy erőkkel benne. 6 darab Lucky Ticket! Wow! Scratch me baby, mondja, vakarj meg babám! Egy új paintinget szereztünk. Az nagyon király, mert az Origins is végig fogjuk vinni ezután amúgy. Tehát a Legendsben benne lévő Origins pályákat is végigvisszük, ami egyébként a teljes előző játék. Igen, kucsi, jól mondod? Ez 10.000 lumi volt, jól láttam? 73-ra ugrott fel a számláló 63-ról. Még egy kis creature. Jerik, majd őt is megnézzük. Szerintem lesz majd még a kettő közül egy creature. Elhiszitek, hogy lesz? Még egy Origins pálya, de menő! Ez a legkirályabb, amikor Origins pályát húzol ki, mert akkor tudod, hogy igazság szerint a Lucky Ticketben contentet szedtél össze. Nice, és mondtam, hogy creature is lesz. Na, vizsgáljuk meg, hogy milyen állatokat szedtünk össze most. Azt mondja, hogy
Kaptunk ide. Hát az alsó szintre sajna. Egyet. Oda. Szintén alsó szint. Ó, a legtetején lévők mindig sokkal több lumit adnak. Ez középszint, de ez sem túl jó. Na hát most le vagyunk lombozva teljesen. De legalább van már 70. 74 ezer, majdnem már megvan a lumikból. Utána még jönnek majd a régi pályák. Igen, azért mondtam, hogy azért el leszünk ezzel a játékkal. Gyakorlatilag a Legends pályája úgy tűnik, hogy mindjárt a végéhez érkeztek, és akkor nézd meg, itt az Originsban volt még a Gibberish Jungle, a Diadok desszertje, a Gourmand Land, a Szere valami Szi, meg a Mystic Peak, mit tudom én. Van azért itt is még pálya, rendesen. Az igazi spektrál. Egy egész év. Azt a büdös mindenségit. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a teljes egy évet, amit itt töltöttél nálunk. Remélem, hogy sok-sok olyan tartalom lesz még, amivel fel tudlak dobni az üres, meg unalmas napokon. És nagyon szépen köszönöm neked az egy teljes évet. Nagy király az vagy. Hálás köszönetem. Hogy vagy, spektrál? Mi a helyzet? Most akkor ez a Glombrox a következő, igen. És nézd, hogyha lenne 75 ezrem, ha lenne 75 ezerem, akkor megkapnánk a csillagfejű mágust. Úristen. Hát azért ez kellene. Hát azért az extra ezeres, azt valahogy össze kell kaparni. De hát az nem lesz meg csak úgy, nem? Tehát egy pályából nem hiszem, hogy össze tudom kaparni. Megpróbálkozunk vele, rendítsek? A izénél. Polgárjenő úrhoz, a Jenőhöz. Olympus Maximus a következő festmény. Hát muszáj, össze kell szednem ma még azt a mágus bigyót. Az első pálya következik. Ez már egy másik világ teljesen a játékban. Számunkra teljesen ismeretlen. Mi a fene? De hiszen ez egy csodálatos erdő. Hát ez sokkal jobb, mint amiben eddig voltunk. Húzd ki? De hogy? De hogy? De ez nem is kihúzza, hanem orral izé kikalapálja. Wow! Nem akarok kameramódot, hagyjál békén. Ez nagyon szép, ez az egész új. Hát mint hogyha a Herkules mesében lennék benne, nem? Annak idején. Szerintem egy klassz játék, tehetném is játszanám szívesen. Hát amúgy, aki csak teheti, annak mindenképpen ajánlom. Amúgy néhány euró volt a játék maga. Úgyhogy ma már szerintem ezt nem így kellett volna. Még egyszer, wow! Figyelj! Wow! Ja, de az előbb jobban sikerült. Hogy felvittek már? Szóval, hogy egész jó árakon meg lehet szerezni. És amennyi játék óra van benne, meg kihívás, meg kacaj, hát ahhoz képest semmi ez. Ez a pénz, amit elkérnek érte. Itt van az első lumink. Az rossz ötlet. Akkor jól állunk viszont időben. Itt van Glombrox, hogy mindenki a neve. Ez tök jó volt. Ajaj, ajaj, még egyszer? Oké, ez kemény lesz. Hogyha itt mindenki, vagy mindenhol, minden pályán mozgó nem érkezünk meg rá. Minden pályán mozgó platformokra kell mennem. Úristen. Elszáll. Azt a szárnyas péniszt. Gyere, gyere, menjél! Vagy valami legyen? Még egyszer? Várjál. Nem az ára gond, hanem hogy még nincs megcsinálva a gépem. Amúgy senne sok időm. Jaj, értem, aha. Hát persze, úgy azért rejezebb, hogy... Na jó. Nem csúszik. Száll. Száll. Hát mind csúszik. Hát nincs... Na végre, megvan. Oké, most figyelj, mindjárt vissza fog jönni itt lent. Elhiszed? Ha-ha! Ki vagy te cselezve? De szemét. Oké, gyerünk. És vigyázzunk, mert nem tudjuk, hogy hol van eldugva a királynő amúgy. Na hát. És hogyha azt mondom, hogy vidd el onnan, akkor... Szevasztok, kis csícskák. Szevasz, Bence, mi a helyzet? Hát Fluffy bizony, de hogy lesz ez? Ráz, visszajössz. Kivered. Oké. Aztán lefekszel aludni. Várjál, nem így mondta a Travolta. Az egy másik, máshogy volt az idézen. Hazamész, igen, de mindegy, nem fogom elmondani még egyszer. Gyerekek is nézik.
Tovább, tovább, itt lefele megyünk. Itt van az első titok. Na tudtam én, hogy meg lesz. Szia, cica, fű, jó éjszakát, jó pihenést. Wow, Fluffy. Mi? De ott van, azt hittem, hogy középen vagyok. Még egyszer. Jó, világítsa cserélném a Moki Szimet játékra. Ah, meg is értem egyébként én sem. Oh, wait. Kedves tőled amúgy. Hol vagyok? Ja, ott állok, bar. Jó, már látom, igen. És akkor így, hogyha ezt csinál... Nagyon menő. Oké, és akkor most mi lesz? Hát nem erre kell elindulni ezzel a puzzle-el, úgy érzem, hogy csak megszivattam. Ó, ezek mozgó platformok. Wow. Ez baj. Fluffy, mindjárt megyek érted, nyugodj meg, semmi baj. Fluffy azt mondja. Mennyire be van parázva. Jó, jó. Hopp, hopp, hopp. Hát de miért nem ugrassz azon a falon amúgy fel? Ja, mert így kéne. Értek mindent. Kész. Ezzel. Itt is 8-ot kell kiszedni? Igen, 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 a negyedik még nem lett meg. Mire az első királynőt megtaláltuk. Kicsit aggasztó azért. Kicsit aggasztó, lehet, hogy egyet elhagytunk. Az viszont elég nagy baj lenne, mert a játékban amúgy most nincs olyan sok platform. Tehát, hogyha valamit elhagysz, akkor... Hely az? Kiugrott alóla? Ha valamit elhagysz, akkor az azt jelenti, hogy az el volt dugva és nem vetted észre. Hogy nem a szemed előtt volt esetleg. Jó, és akkor ezt úgy kéne, hogy itt... Nagyon jó! Igen, így kellett. 280, 600 darab lumit kell itt összeszedni majd. Ez itt átmozdítja balra. Az nem szükséges nekünk. Nem tudom, hogy ebben vagy az Originsben, de volt egy pályam, amikor nagyon sokszor meghalt egy ilyen részt, mire felvettem a kék kis görcsöt. Hát nem egyszerűek néhol, az fix. De hát mindegyiket meg kell szerezni, szóval. Nincs mese. Ez beállítja oda. Attól félek, hogy a következő Teensy az leesős lesz. Ez a negyedik, mondta, hogy a negyedik. Jó, negyedik volt, oké, minden szuper. Akkor megvagyunk. Akkor innentől már nem lehet nagy probléma. Most már csak ott lehet elmisszelni a dolgokat, hogyha nem veszed fel a... Nem itt van lent. Nem veszed fel a királynőt aztán. Ó, oh, wow, megkaptuk a Superbox kesztyűt, hogy kiverhessük az enemiket. És a fogaikat is. De várj, úr, mi volt ez? Hát felrepültem, mert szétcsicskítottak. Wow. Várjál, hogyha arrébb rakod, akkor az ott neked nem... Mindegy. Jó, az így. Oké, most figyelj, mert most nagyon fontos részhez érkeztél. És ez hogy van? Mi? Aha! Oké, azt hittem már hirtelen ott van valami más is, de nem volt. Hogy mész oda fel? Úgyhogy feltolod a segged. Oké, tehát itt is lehet mászka. Húha, hát húha bizony. Na jó, hát ez így nem volt annyira. Nem volt annyira megterhelő nehézség, hogy megtaláljuk. Következő a királynő, azt hiszem. És akkor már csak 5 hiányzik. Nem, már csak 3, ugye? Mert egyet látunk. Sehogy nem jön ki a matek, de kit érdekel. Amúgy jön egy kard a seggünkbe. Úristen. Beleállt! Jó, azt hittem, hogy az mindenen áthatóan. Ez akkor most a királynő, ugye? Hát nem, mert szakálla van. Bár lehet, hogy ezeknél úgy nő a dolog, hogy... Értitek? Jó. És ahogy tippeltem, meghalunk. Már csak 3 hiányzik. Szerintem tudjuk teljesíteni a pályát maxoltan. És akkor, hogyha még egy pályát megcsinálnék, akkor meg lehetne a szupermágus, aki a legkirályabb karakter az egész játék történetében. Ever. Nem igazán? Mármint, hogy mi nem igazán? Wow. Jó. Ha a fejére szállsz, akkor megpurca magától. Oké, megvan az is, már csak 2 hiányzik. De a nagy részével megvagyunk, szóval annyira megijedni nem kell.
Ja, hogy nem igazán érted? Már nem emlékszem, hogy miről volt szó, bocsi. Szevasz, Ocsikusz, csáó, csáó, jó pihenés. Köszönöm, hogy itt voltál. Tök jó fej, hogy nem tolt bele amúgy a pajzs. Én azt hittem, hogy megtol minket hátul, de nem. Nem tudsz a pajzsal oldal irányból egyesülni. Kicsit nehezebb, hogyha folyamatosan nyomod jobbra-balra azt a bigyó. De egyben viccesebb is. Úgy szépen, gyerünk tovább, nagyon jó. Wow. Nagyon menő, és akkor itt csak ráugrasz, odavisz, szétvered. Ez még nem lehet a vége. Még nagyon nem szabad, hogy a vége fele legyünk. 608, a Lumikkal megvagyunk, a Teensickkel van most baj. Azok az oszlopok amúgy ki is dőlnek alulan. Ez mit csinál? Wow. És így, ha felmásznék, nem mászok fel. Ez most jön. Ó, ne, de nagyon gyorsan megyünk előre ahhoz képest. Nem is vettem észre, hogy már milyen magasságokban járok. Na, tehát még egyszer elindítjuk. Nem sietünk. Hát ez elég necces. De éppen hogy megvan. Ez most komoly? Egy lemaradt valahol? Méghozzá az utolsó? Most viccelnek, vagy mi? Az utolsó nincs meg. Á, nézd csak. Ez... ez de rohadt sunyi. Wow! Ez nagyon sunyi volt, hát oda dugták el. Nem is értettem, hanem itt vagyok a pályán végén, hogy lehet, hogy az utolsó nincs meg. Jó, akkor már így mindent értek. Ez menő volt, ez tetszett. 682-vel lettünk gazdagabbak. Közeledünk. Remélem, hogy Lumikat fogunk kapni a kaparó sorsjegyen, és akkor utána egyből kiúszhatnánk a következő szupermágust, akivel befejezzük legközelebbi epizódunkban ezt a... Olympus Maximus című festményt. Szevasz, Maszkvacsó, hogy vagy? Mi a helyzet? Szurkoljatok, srácok! Szurkoljatok, mert most muszáj, hogy ez legyen mindegyik mögött. Wow! Középső... Nem mondod? Kettő már megvan! Jézusom! Megvagyunk. Oké, gyerünk! Nice! De hogy rátapintottam mind a háromra? Ez mekkora szerencse, és pont annyi hiányzott. Akkor ez ennyi? Megkaptuk a Teensy Wizardot. Na figyeljetek, mert ilyet még nem láttatok, a leghatalmasabb hős az egész játék történetében ezen túl. A miénk. Hát na ugye? Hát most már sokkal jobban nézünk ki, mint ahogy eddig néztünk befelé, ugye? Hát azért. Hát persze lehetne ilyen izé is lenni, ilyen nagy kulabarna valami lény. Lila ez amúgy, de nem baj, hát látott már mindenki olyat is. Nem, abszolút nem tetszik. Határozottan ez a legkirályabb lény, amivel nyomulni lehet. Szevasz, Steel, mi a helyzet vége a streamnek? Sose értetted, hogy hol van kicsiként? Ó, az tök szomorú. És akkor nem musztad ki azt a répát a földből, és nem lett meg. Ó, na hát megvan a szupermágusunk. Mágus, aki mindent legyűr, és elképesztő ügyességről tesz majd tanú bizonyságot, vagy mi a jó Isten ez a szó. Olympus Maximus. Innen fogjuk folytatni, tehát a következő epizódban. Most egy gyors vacsora szünettel folytatjuk viszont, és utána pedig az Elden Ring Dexes törös kihívásának rohanunk neki, hiszen 9 óra 47 percen, és este 10-től körülbelül 1:30-ig fogjuk nyomni majd az Elden Ringet. Vége már, igen, próbálunk figyelni, hogy ne erőltessük túl üvi hangját. Hát nem is csodálom egyébként. Úgy is kell csinálni, hajrá nektek. Pont jókor érkeztél a shit diszkóra? Lehet benne valami. Na de, köszönöm szépen mindenkinek, aki eddig itt volt. Tartunk egy kis szünetet, és utána megyünk Elden Ringezni. A VOD nézőktől elköszönünk, remélem, hogy tetszett a mai előrehaladás. Befejeztük azért azt a
egészen komoly úszós részt, ami szerintem eddig talán a legnehezebb pályákat tartalmazta az előző festmény a játékban. Persze lehet, hogy ez lesz majd inkább keményebb a végére, lehet, hogy kiderül, meg lehet, hogy mindez még semmi, mert ki tudja, hogy a mondd már Origins-ben, mondjuk az Origins pályái lehet, hogy még ezektől is súlyosabbak voltak akár, vagy az is lehet még, hogy majd az időre menő kihívások lesznek azok, amik megfektetnek minket teljesen. Hát nem egyszerű, az biztos, de már legalább a 7. szintű Isten királyságot összeszedtük, ott a bal alsó sarokban látszik. Innentől már csak felfelé, pedig nem vagyunk annyira mélyen. Na, hát köszönöm szépen mindenkinek, aki eddig itt volt, szünetelünk, és megyünk tovább már is.